Üdvözlök mindenkit, hát folytatjuk a most sorozatot, de hát ez nagyon állat. Egyszer-kétszer láttunk már ilyet. Nézzétek meg, hogy mozgó kép, és ott sétál egy zombi, de közben, hogy a füstök, meg minden. Általában, hogy álló kép szokott lenni, így a főmenübe, de nagyon állata, hogy így meg van csinálva. Így, hát mozgó kép van, ugye, a háttérben. Na, szóval, való de Walkers, és e, hát indítok is egy játékot, és közben megnézzük. Nem próbáltam most, e, hát éve ezelőtt játszottunk egyszer-kétszer vele. Nyilván alap dolgok maradtak, de nyilván tovább lett fejlesztve. Megnézzük, hogy van-e. Hát nem tudom mi. ez ja, alfa 20, ez amúgy Az nem tudom, hogy ez a tette ide, vagy nem, de én szerintem jó lesz nekünk egy hát bár hát de, szerintem kipróbáljuk ezt. Elvileg hát volt rengeteg sok új épület annak idején, amikor én játszottam vele, megnézzük, hogy megnézzük, hogy például épületekről nem olvastam, hogy hogy változott volna, ott még a kis kománk, tehát ez még ilyenkor is megy. Ez... Még a kreatív mód nem az kell nekem változtatni. Mert... Hát, most én nem tudom, hogy, hogy hogy lesz. Jó, mindegy, hát nem. Jó, nem találok ilyet, nem baj. Ja, hát igen, egy kicsit máshogy néz ki, mondom én, mert kicsit át vannak rajta. Új épületek vannak, elég sok újfajta épület. Az régen főleg, amikor még az alfákkal korábban voltunk, akkor és már úgy untuk az épületeket, mert azért mostanában úgy minden alfával jöttek be új dizájnelemek, új épületek. Na én gyorsan olvasok is, mert azt mondja, hogy túléléssel kapcsolatban gazdálkodás. Van a játékban olyan, hogy búza, alma, eper, kakaó, sárgarépa, uborka, póré, hagyma, saláta, dinnye, hagyma, paprika, paradicsom és szeder termesztése. Na mondja vissza valaki fejből, ha tudja. Na akkor azt mondja, a szemantika új vázlatok, amelyek segítségével megtanulhatod, hogy olyan készíts új recepteket. Igen, tehát na mindegy, ezt majd látni fogjuk. Horgászat, készítsen saját horgászatot, fogjon halad bármilyen vízben, ércek közül wolfram, réz és cink érceket lehet, a hud meg megváltozott biomok közül frissített biomok és új nyersanyag halom, elérgyártott elemek, valamint véletlenszerű ládák a vadonban egészségügyi cikkek, új termékek, mint például a trauma egészségnyújtó készletek, kötszerek, vitaminok, láberősítő injekciók és még sok más élelmiszerek. Hát nyilván rengeteg sok új recept például húsos pite, kenyérpite, és még sok más állatok, nyers, fehér hús, vagy nyers, vörös hús tartalmazhatnak, az italtermékek között is vannak újabbak, mindenféle sörök, zöld, teák, almazsúz, és sok más elérített elemek. Itt is lehet számos új előre nyátott el, amelyeket felfedezhet, kereskedők, módosított kereskedői helyek, amelyek két új kereskedőt tartalmaznak, amelyek vázlatokra, a másik pedig a küldetésekre és jutalom papírokra specializálódott. Osztály üzletek két rendszeres kereskedővel és két új kereskedővel, minden osztályú automatával az áruvásárláshoz tűz, a tűzelemek hozzáadva a játék, az gyúlékony tárgyak, például a fahasábok meggyulladhatnak, megéghetnek tűzoltókészülék, kész tartozék is van, lőd le azokat az ellenségek, akik tüzet okozhatnak. Oké, okay. aztán az ellenségekben, hát a szokásos, nem szokásos, de minden esetben NPC-k vannak, ugye, akik egyrészt vannak, akik barátok, vannak, akik ellenségek, vannak, akik fel lehet bérelni, vannak, akik Ugye a banditák egyből támadnak. Van, aki csak akkor támad, hogyha belekötünk szól, ilyen ezek, akkor lútolás tekintetében a zsákmány, sok új elem található a megtalálható zsákmányokban, zombikban, zsákmánytárlókban, kereskedőben, készségek is előnyök, számos új készség, amely elsajátítása az megújult készségszint szükséges. Osztályok, ugye öt osztály van, ezt elvileg majd mindjárt látni fogjuk a megkezdéskor, ez ugye régen is így volt. 101-nél több új kihívás, küldetés, jutalom kártyák, ezek tapasztalati pontokat adnak, stb. kereskedők, ezt már mondtam, csak többször is leírják, elemek és blokkok. Hát mivel vannak újfajta ércek, ugye, és akkor ezért lehet a páncélből kevlár, ezüst és wolfram páncél készítés, új hideg és meleg ruházat, tömbök, tehát gondolom az, az építő tömbök, is lehet Wolfram tömbök, és különféle dolgok. Szerszámokból is nyilván, fegyverekből is van egy csomó újfajta, mert Wolfram szerszámok, gyémánt végű szerszámok, teljes készlete, és a többi fegyverekből rengeteg, sok a Dragunov puskától, a Remington, meg nem tudom, végig se olvasom. Közelharci fegyverek ebbe is vannak, mindenféle ilyen Wolfram macséta, meg minden. Akkor új lőszerek nyilvánvalóan van az új fegyverekhez, és akkor rengeteg újfajta munkaállomás. Azt mondja, hogy uh, Armor uh, Smithing Station, ahol fejlett páncélokat lehet készíteni, a Blueprint Station, ugye ott lehet csinálni a különféle szemantikus, uh, szematikus uh, zsákmányládákat, már, hát igen, majd lehet, hogy nézzünk ilyet, uh, Oké, okay, akkor Gun Smithing Station, minden vanilla és mod fegyver elkészítési, ez mozsár és mozsártörő kell nekünk a mag receptek készítési, olaj termelő blokk, olyan munkállás, ami idővel olajat termel, különféle forzsok vannak, sima vanillakovács, kovács, sima szabályos vas receptekhez, a stone forzs a alakú, ammó a receptekhez, tungsten forzsa rendszeres kovácsolási, receptekkel rendelkezik, Wolfram olvasztás, stb. Akkor szerszám munkapad, speciális szerszámokhoz, most már nincs sok hátra, a Builder, Workbench, Betonacél, Vaskeretek, Wolfram keretek, Screamer blokk, ugye letesszük és ha begyújtjuk, akkor folyamatosan hívja a Screamereket, kávéfőző a forró készítéséhez, Mikrohullámú sütő a levesek készítéséhez, van ilyen játékos sütő, lehet hülyén fordították, mindegy tábortűz receptek, van számos egyéb exkluzív recept elkészítése, az élelmiszerfeldolgozó asztal, receptek készítése, ez akkor van ilyen sör, készítő, beverage station, alkohol tartalmitról készítése, gyártóállomás, dekoratív típusú blokkok, ilyen dekorációs blokkok gondolom, lőszer, a lőszerek, és mechanikus bench, a korszerű járművek készítéséhez. Na hát nagyjából így, azért is voltam így, hogy végigolvasom már, hogy, hogy legyen. Én kíváncsi vagyok erre, mert nem volt a menüben ilyen, de... De ja, attól be lehet ide jönni. Hát akkor akkor győztünk. Jó, van. Jó hát ugye máshogy néz ki, a, ugye az egész kinézete mutatja, hogy első nap van, hány óra ugye felül, bal alsó sarokba is máshogy néz ki, nézzük már a, igen, hát ez is tök máshogy néz ki az inventoring. Um, jó, és akkor én megcsinálnám gyorsan az alapküldit, hogy azért lássuk, nem sok, mi is kellenek ezek az anyagok nekünk. vagyunk kreatív. Ja, igen. Hát ezek szerintem tuti kellenek, akkor kelleni fog biztos az alap dolgok, hogy. Ja, rossz helyre vagy bocsivaljátok már, ide kellett volna. Néztem, hogy miért nem változott itt semmi, megvan a kő. Akkor. Uh -huh, oké. Okay. Van egy kis fanálunk, Panándor itt van. Uh hát tudjuk kell majd toll is, még akkor, aztán majd meglátjuk még, hogy mi kell minden esetre, ezeket összeszedtük, azt hiszem, kettő-kettőt írt, vagy nem tudom már mennyit, nem sokat írt, a crafting, ja igen, ú, de csak máshogy néz ki, és fura dolog, mert azt sem tudom hogy jöttem, mire kattint csak, amikor, ja itt a craft, ú, tényleg máshogy néz ki. Ez mit? Amúgy ezt majd megnézzük, de... Vagy starter pak? Ne, lehet, hogy erre kellett volna elkattintani. Megőrültök, majd már Opelnak. Hát még biciklit is adott. Adott, lehet, hogy adott fát is. Hát Ez most már ebben nem. Igen, és akkor itt van a... Akkor kezdjük ezzel, mert ugye itt van a, az osztályoknak a startja, ezt Hát ebből, ja, itt a recept. És akkor itt, hát igen, ezeket tudni kéne, hogy melyik mit csinál, nem tudom mármint hogy pontosan mit ad vagy mit csinál, de, de nyilván itt el, el tudja az ember dönteni, hogy mi szeretne lenni. Ja, ennyi, ennyi van, ugye? Egy, kettő, három, négy, öt elvileg. Szem tudok lapozni benne. Jó, hát én nem tudom, legyünk katonák, technikus, üzle vagy hát rédelős, ez kóberelt, uh, hát ez uh, nem tudom, ez ilyen... Pontosan nem tudom, ez mit csinálhat, ugye túlélő is valami, lehet, hogy az megtanul, azt főzni tud, vagy, vagy ilyeneket. Mindegy, én maradok katona. Nem, olyan sokáig nem maradunk, hogy főzünk, szerintem. És akkor ezt elolvasom. Oké, okay, katonákok lettünk. Na, jó. Azt nem tudom, kaptunk-e valamit? Ja, ilyen könyveket kaptunk. Késes fiú, úgy látom, azt lehet olvasni. Remélem, hogy jó gombot nyomok, mert én itt nagyon meg, meg vagyok itt szokva, hogy jó, nem scrappeltem le, a betűt nyomtam. Az a. Oh, jó. Hát igen, egy csomó. Topti a király. Oké, okay, meg még micsoda taktika. Jó, hát kaptunk egy rakás könyvet. Jó, hát valószínűleg így van ez a többi nél is, tehát ugye kitanítják nekünk így a szakmát, oké. Okay. És közben nézzük, hogy ha kell csináljunk egy Wooden Clubot, azt csináljuk meg. Ja, ezeket mindent meg kell csinálni. Jósan végig már ezeken. Hát, én lehozom ezt is ide, nem látom, mi kell, Primitív íjat. oké. Okay. Csináljunk nyilvesszőt, uh, abból, menj, abból is csak egyet, jó, majd többit, azt addolunk be. Uh, place bedroll, azt elfejtettük letenni. Okay. Akkor, hát én azért egy kis nyilvesszőt tolok már be ide, mert azért, hogy ki tudjuk próbálni a dolgokat háromszázat tudunk vinni magunkkal, de ha már itt vagyunk, akkor már nézzük meg ezt is, hogy legyen egy kis, legyen a megszokott ez, meg legyen, ez, nem ez, nem ez, ez. Ugye a kettő között az a különbség, aki nem ismeri, hogy ugye ezzel az élő lényeket lehet lelőni, hogyha ezt veszük, ezzel ugye a blokkokat lehet, hát aki esetleg még nem használt ilyet, Felvető. Tehát, ugye, hogyha ez. Tehát, hogyha ez van nálam, akkor ezzel ugye egy lövéssel bármilyen blokkot kilövök, tehát tudom, követ vagy szó, szóval ez lehet ásni, meg, meg minden, mert ugye ez... Ja. Szóval ez. ez erre való, de itt nekem ugye erre nincs szükségem. Ez csak akkor, hogyha valaki szeretne mondjuk kreatívba, nem akar már úgy. Tehát, valamit mondjuk szeretne tesztelni, és szeretné azt, hogy hogy mondjuk ásni akar, mert ki akar valamit próbálni, akkor, akkor ne kell máson, hanem akkor ezzel szétlövi a blokkokat, és akkor gyorsabban halad, gyorsabban mondjuk beaddol blokkokat, mert ki akar próbálni mondjuk egy holdavárót, akkor hogy ne teljen már neki bele fél napban, mire megépít egy holdavárót, hanem mondjuk akkor így gyorsan megépíti, kipróbálja, hogy működik, nem működik, és akkor, na szóval ezek ilyen kis kreatív dolgok. Oké, okay, ezt be toljuk. Szóval időnként lehet használni, meg hát vannak, van nagyon sok jópofa dolog, mert hát most, hogyha már kicsit beléptünk ebbe a kreatív dologba, mert hogyha például felveszük ezt a cipőt például, ez is egy... Felvettük ezt a cipőt, most, most ugye úgy vagyok, hogy a talajon állok, tehát most úgy vagyok, hogy nem repülök, és hogy ugrok, akkor ilyen nagyot tudok ugrani futás közben, és ilyen iszonyat nagyokat lehet vele ugrani, szóval ez ilyen, ilyen jó pofa dolog. Ezt... De mondjuk nekem most ez zavaró, mert hogy én itt akarok majd ugrabugrálni, aztán nekem, mert így normálisat, meg így normális, ugye ja, milyen gyorsan futottam, most ilyen, most így megyek, mint normálisan. Na, ott van is egy város, Mondjuk nem biztos, hogy oda kell menni, várjon. Ja, de, ja, de oda kell menni. Na, hogy áll? Ja, akkor lucky Trader. Jó. Hát akkor el, el is, repülhettünk volna odáig ezzel a hétmérföldes csizmával, de most már mindegy. Lassabban repülök így. Oh, Oké. Hát okay. megnézzük már igen, hogy vannak különféle dolgok, hát ugye ez, ez, ismeretlen egyenlőre. Igen, külön van, úgy látom, Riper kit különféle dolgokra, tehát a fegyverre, eszközökre, járművekre, ez meg a armorokra. Ennyit már látni. Hát igen, új színek, új színű baseball sose venném fel. Ez nem tudom mi, ja, ja így se tudom, Ezek, ja, ez csak tábla. Hát aki szeretne táblát, igen, ezek is táblák. Hát hurrá, menjünk a traderhez. Hurrá, jó lenne egy kis tábla. Köszönöm. Na, akkor lejövünk majd a kicsit a talajra, és akkor megnézzük, hogy most hogy állunk küldetésileg, meg kéne, hogy legyenek majd Kéne, hogy legyenek küldik. Lennek a questek. Ő okay. meg két. Ah, jó, ja, ezek itt igen, ezek itt mind azok. Jön valaki. Jaj, ott sétál. Na igen, csak itt a tréderek azok, a traderek azok védettek. Ja. Tehát itt a tréderek védettek. Ja, újfajta, újfajta fiatal van. Jó. Írták, hogy vannak nagyon sok új, nagyon sok új vagy hát nem is tudom, vagy 5-6 félét, vagy, vagy nem is tudom mennyit, hogy ugye, be tartalmaz máshonnan átvett mondokat, például az NPC-k is, de ugye ezek is, tehát hogy találkozhatunk olyan, olyan Más modokkal, illetve olyat, amit már más modokban láttunk, és, és hát, mint ő is rémlik nekem, mint mintha valahol már a tesztek során láttunk volna. Uh, Oké, okay. és akkor. És akkor itt vannak, hogy hogyan lehet kitanulni mondjuk egy másfajta osztályt, tehát például a túlélő azt mondja, hogy öljünk meg, de ez automatikusan megy, tehát hogyha ha én most megölök mondjuk tíz állatot, akkor, akkor például ez, ez kipipálódik, és akkor megy a következőre, hogy most akkor mit kéne csináljak. Ugye ez nekem, hogy ebből is a, várjátok, hát a soldierből is csak az egyet csináltam meg, de itt azt mondja, hogy, hogy pipe pisztolyjal ha, tehát pályapisztor használatával öljek meg 15 zombit. Én kaptam olyat, vagy a biciklit kaptam. Ezt e, el se olvastam, vagy mit kell ezzel csinálni? Jó, nem tudom. Ezt el se olvastam, észre se vettem, hogy van ilyen könyvem. Jó, kaptunk amúgy. 5000 pénzt is, tehát még vásárolni is lehetne, nagyon kis rendesek voltak, hogy így hozzánk vágtak egy csomó mindent. Kérdeztem, hogy hol itt a sorberendező gomb, hát külön talán, vagy ezek azok? Ja, itt van, ó. Hát igen, kicsit szokni kell. Jól van, megnézzük, hogy hú, de csúnya vagy. És ott is még valaki van, vagy mi? Az mi volt arról? Hogy hogy van ez? Ja nem, az az mutatja! Nem, ez az íjamat mutatta, hogy mennyire van kihúzva az íjam. Figyelem hogy... Ja, még van egy kis élete, jó? Ez legalább... Oké, okay, mutatta, hogy hogy állnak. Mutatja, hogy áll a HP-juk. Nézzük, mit ad egy csomag. Hát ilyen rengeteg sok új rengeteg sok új dolog van, de itt vannak, hogy a koverből találtunk egy fragmentet, amit amit pontosan nem tudom, mire lehet használni, de valamit lehet belőle gyártani, biztos, de egyenlőre nem, már nem emlékszem Szóval ezekből vannak ilyen. Uh, lehet hogy keresünk már, nem tudom, mi a nevük az a baj, hogy, hogy nem emlékszem már, de ilyen automatákat lehet csinálni. Hát ha esetleg megtalálok, ja, vannak itt új járművek is, igen ebbet szerintem voltak. Bár lehet, hogy ez csak ilyen dekor, lehet, hogy nem mindegyiket lehet vezetni, majd azt is mindjárt megnézzük, hogy hány fajtát lehet. járművekről végül is nem igen volt szó, viszont látjuk, hogy rengeteg sok elem van itt. De hogyha befejeztük, valahogy úgy rémlik ez nekem, hogy amikor befejeztünk egy-egy ilyen osztályt, tehát például most ezt a katonai osztályt is befejezem, meg mindegyiknél ugyanígy működik, akkor mondjuk ezeket valószínűleg lehet vezetni. É, tehát hogyha befejezünk egyet, akkor ad egy automatát, és és abból az automatába, az el lehet helyezni a saját kis bázisunkon, és azon keresztül után tudok vásárolni. Nem tudom, minek hívják. Mondjuk lehet, hogy valamilyen vending lenne, mert hát általában úgy szokták ezt hívni. Lehet, hogy, lehet, hogy igen. Igen. Igen, igen. Na ez a túlélő. Hát akkor csak megtaláltuk, akkor nem kellett végig menni rajta. Na nézzük. Tehát ilyen automatákat, tehát hogyha megcsináltuk, ez, a, ez elvileg a túlélő, de lehet, hogy abból is van több, nem tudom. És hogyha azt megnyitom, ezt lerakom a bázison, tehát a saját bázisomon, és akkor ott helyben én tudok dolgokat vásárolni, nem kell eljönni, tehát, új két, tehát ennek is változik a készlete, meg minden, és akkor tudom, kaját tudok venni, vagy fegyvereket, lőszert, vagy valamiket, mert itt ilyen sokfajta ilyen uh, vissza is jövök ide, mondjuk nézzünk egy másikat a tradesman, hát mindegy én azt mondom, hogy dob, dobjunk ide át dobjunk ide át, az technikus jó, az, lehet, hogy azt néztem, nem, igen tehát le, ebből ez is covert, ez is és lehet, hogy nem ugyanaz a kettő, nem tudom túlélős, na itt a katonás, jó mindegy megnézzünk egyet kettőt, hogy melyikbe mi a készlet, milyen jellegű dolgok vannak, na nézzük, katonai az ugye azt hiszem hogy ez, ez volt talán a nem, ez a technikus. Ja, jó van. Hát az csodálkoztam volna, igen. Ez a technikus, és akkor ebbe ad mindenféleket, de még ad könyveket is lehet venni. Ja, igen, akkor ez a... Pillanat, csak a helyiekkel el kell beszélgetnem. Na. Nézzük ezt. Igen, ez ad mindenféle ilyen, hát lőszerek. még, akkor ez pedig hát nem tudom, masin névre hallgat, Jó, mondjuk ez lehet, hogy ilyen építős dolog, ilyen konstrukció, igen, tehát ez hát ilyen is, és, és nem csak ennyi, még volt még egy, de most nem, is annyi, nem ez a lényeg, hanem a lényeg, a lényeg, hogy tehát, hát, hogyha befejezünk egy-egy osztályt, akkor akkor össze lehet kraftolni egy ilyet a, ezekből a kis fragmentekből. Tehát valahogy úgy érimlik nekem, hogy, hogy végül ezek, ezeket ha összegyűjtök belőle, meg, tehát megvan az összes küldi, meg minden, akkor, akkor aztán végén össze lehet állítani ilyet, és akkor ezt lerakhatom ahova akarom. Az a vicc benne, amikor multiba játszunk, akkor mindenki megcsinálja, és akkor mondjuk ebből is van, mondjuk a hárman játszunk, akkor van három darab. Tehát egy kicsit olyan bén a dolog, hogy de oké, okay, hát inkább legyen több, mint kevesebb, de hát de hogyha valaki egyedül játszik, akkor nyilván akkor viszont nagyon jó. Na és akkor, hát hogyha olyan, olyan, dolgok vannak, tehát hogy ezekben a questekben, tehát úgy halad a dolog, tehát itt azt mondja, hogy, hogy öljek meg két állatot. Hát mindjárt megölök két állatot? Ott van egy. Elvileg az be kell, hogy adja már, ugye is nézzük. Igen, egy, egy meg volt. Még egy állatot, hogyha láttánk. Az előbb itt lehet, hogy az egy sétált itt állandóan, mert itt láttam, hogy itt sétál, de akkor nem, akkor ugye teszünk be ide egy. Hát ez is egy áll, ettől ez még egynek számít. És akkor itt mutatja is a hang, hogy ugye megcsináltam, ezt, és, és akkor meg lett. Most már azt mondja, hogy öljek meg öt állatot, de most már átléptem. Hát... Jó, ez lehet, hogy nem is olyan quest. Ja nem, ez nem, ez nem is olyan quest, ez csak, ez csak így adja nekem, is, így pluszba ad nekem XP-t, meg pénzt is adott, igen, ez már ezer tokent ad nekem, hogyha megölök még öt állatot. Igen, ez ilyen fajta, viszont ezek a fajták, viszont olyanok, hát ebből nézzünk már kölyöt, hogy, hogy az igen, csőpisztolyjal öljek meg, most mi ha nem olyat választok, öljek meg tíz állatot, na például ebbe is, és ez ugyanúgy számolta itt is, hogy már kettőt megöltem, és ebbe azt, ebben úgy látszik, hogy mindegy, mivel ölöm meg, de ezt akkor megcsinálom, még ölök nyolc állatot, csak akkor nem tudom, nem medvét keresünk már, hanem bár, tök mindegy, mert a medve legalább nagy, ezt könnyű eltalálni. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... A Waddis is tökéletes erre a célra. Valamit elszámoltunk, vagy rosszul tette le, mert már a 9... Kilen... Vagy igen, szerintem hamarabb, hamarabb jött, és na tehát... Az melyik volt? Ja, ez volt, igen. És tehát átlépett, most már kettő off 5-nél állunk. Tehát, hogyha az ember befejez egy ilyet, csak most már azt mondja, hogy kraftoljak krillezett fehér húst, hát igen, ad, attól függ, milyen állatról van szó, ad vagy fehér húst, vagy vörös húst, és akkor azt mondjuk, hogy kraftoljak ezt. Ha ezt lekraftoltam, akkor lép a három off ötre, De, és akkor így szépen mennek. Csak hát ezt nyilván sok ilyen van, tehát van, amikor gyűjtsek ennyi, meg ennyi követ a másiknál, meg ennyi, meg ennyi fát, meg szóval nagyon sokféle ilyen dolog van, de mégis ezek úgy maguktól is, ugye általában ezek a ö, őjek zombit, vagy állatok, állatot, ugye ez nyilván saját magától is ö, növekedni fog, de viszont vannak olyanok, mi azt csináltuk, olyan ö, hát amikor azt mondjuk, hogy nem is tudom már, hogy ö, Fából, kőből, ugye az ember, amikor így nekiáll egy ilyen izével, és akkor egy gyűjtsek 5000 vagy 6000 követ, akkor azért az olyan melós dolog összeszedni annyit, hogy ott legyen a zsebembe. És akkor hát akkor azt csináltuk, hogy, hogy mit tudom, az egyik a szedett füvet, mert van, hogy fűből is kell annyi, meg kőből, meg fából, nem tudom már mikből. És akkor utána azt csináltuk, hogy igen, megvan a 6000 kő, 6000 így beraktuk egy ládába, és akkor mindenki magához vette egyszer. Tehát amikor közösen játszottunk, mindenki magához vette egyszer, mindenkinek meg lett ez a küldi, hogy legyen nálad 6000 kő, vagy nem tudom már mennyi kellett. Lehet, hogy 15 ezer, nem tudom. És akkor mindenki tovább lépett ezen a dolgon. Tehát, hogy na, ilyen kis mini csalásokat mi is csináltunk, hogy legyen már meg mindenkinek, és akkor tovább lépett azon a dolgon. Hát ezek nem nagyon figyelnek ide. Nem nagyon figyelnek rám. Ez a zebra, ez... ez... a zebra, ez nagyon furán néz ki. Ezek is, hogy milyen csontváz... Csontváz gyerekek jönnek. Meg is nézzük tényleg, most nagyon kíváncsi vagyok ezekre, hogy milyen fajta zombik vannak. Megint túlléptünk egy Léptünk van, igen, level up, level, ja, 7 hetes szinten vagyok. Hát én szerintem, én szerintem már most dobok is be magamnak. Dobok is már be magamnak. Hát, gyerek, egy kis gond az írásokkal. Elf XP, minden jól megy. Hát megpróbálunk valószínűleg egy milliót. Minden igaz, megnézzük, hogy ha olyan szintűek, bár mondjuk ki is írja, hogy 46-os. Akkor, akkor dobunk még be. Most 61-es, jó, akkor még egyet. Egyre lassabban tolja, ez most 72-es, mert egyre több XP kell a szintlépésekhez. Na, 96-os szintűek vagyunk, hát én szerintem már most jönnie kéne mindenkinek, aki, aki él és mozog. Véged ismerünk, oké. Okay. Mindjárt meg is nézzük őket, csak akkor először nézzük a járműveket, hogy... Oké, okay. tehát vannak, vannak igen újfajta... Hát újfajta, ugye ilyen járműves módokban azért ezeket lehet látni. Ja, ilyesmi volt, azt hiszem nekem is, amikor legutóbb játszottam és ugye be, be, betettem egy ilyen jármű modot, hát ugye ezek a hotrod meg a ezek a többi, ja, szerintem, hát igen, ezek pont-pont ugyanazok, úgyhogy, oké. Okay. Ja, és akkor itt vannak, ugye ezeket a NPC-eket is láttuk már más modokba, tehát itt van a, igen, itt van a kis késes, emberünk, aki okay, ezeket láttuk akkor ezeket én nem is, igen M60-nal ugyanaz jó, ezek ugye felbérelhetők kicsit elébb jövök már, hogy ne zajongjanak itt már és hát gondolom, hogy itt kéne legyen itt kéne legyen a, 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 a igen ezeket még nem, jó sokféle hörlis, is, szerintem ez az vagy nem? Ez a vörös hajú? Ja, ő volt a, ő volt a banditánk. Egyből nem érezte olyan jól magát. Oké, okay. volt benne egy kés. Na, szóval ezt már láttuk, hogy más modokban, úgy, úgy, ugyanezeket. Ugye mondtam is, hogy beletesznek, írták, hogy tartalmaznak más modokat, tehát más, hát igen, más ilyen kis modokat, és ők ezeket belerakják, amiket így Kívülről is bárki berakhat, ha játszik, tehát így egyenként is, de hát ugye ők is belepakolták, úgyhogy ezekkel nem is. Uh, hát ezek nem tudom. Ez ki. Ezt viszont, hello, tudom, látom őt is fel lehet bérelni. Őt, mintha nem láttuk volna, de lehet, hogy csak nem vettük észre eddig. Jó, és be, besegítettem. Jó, tehát, hogy van, van elég sokféle ezekből, de én azt mondom, hogy azért mindent, mindent ne nézzünk meg. Ugye rengeteg sok munkapad, újfajta fegyverek, most nem is ez a lényeg, mert egyébként, hogyha valaki elkezd vele játszani, akkor a felfedezés örömét azért nem akarom én se elvenni, hogy itt most minden többi egyre megnézzünk, de azért, de azért nézzük meg, mi történik egy éjszaka, mert azért az most elég magas szinten is vagyok, és akkor megnézzük, hogy egy éjszaka kik jönnek. Elvileg kéne már, hogy. Kéne már, hogy valami történjen. Vagy pedig, hát igen, farkas. Oké. Okay. Besegítettem a péknek. Ezt, ezt csak, szerintem csak így elpusztult magát a. Mennizzük ezt is csak a lút miatt, hogy. Jó, hát ezek ilyen szokásos lútok. Besegítettem! Hát eddig olyan átlagos, vagy hát semmi különöset, semmi olyasmit nem látunk, amit úgy ne láttunk volna. Úgyhogy én szerintem, vagy én szerintem csináljunk egy hordát, mert a hordánál viszont biztos jönnek majd olyanok, akik. Ja, nyugis este van, szóval itt, itt nem hiába lövöldözünk, ők is lövöldöznek, de úgy nem nem rohannak ránk ott, ott még zajlik valami ja, semmi különös jól van jó semmi különös, hát őt meg már láttuk őt is láttuk már oké, tehát nagyon nagyon semmilyen különleges dolog nincs, nem, nem jön King Kong a maga... Ö, nem szorom, hát olyan magas volt, mint egy gyárépület, olyan brutál magas volt az a King Kong, ami az egyik módba jött. van már gyerekek? Hát el akarom nyomni a hordát. Csak akkor még annyi, én szerintem majd átmegyünk egy hordára a... Átmegyünk majd egy hordára a kiégetbe is, mert azért ott még, ott még találhatunk esetleg Megtaláljuk King Kongot, hogyha... Azért lövöm le őket, hogy megnézzük, hogy... Már akkor cserélődnek ugye most, mert nyolc zombi jön... Nyolc zombi jön ugye bár fejenként, és... Bármint, hogy én rám, mert egyedül vagyok, viszont ahogy megölöm, akkor cserélődik, és akkor hát látunk, de ez eddig olyan teljesen normális... Teljesen normál zombik jönnek. Tehát semmi olyan nagyon nagy meglepetést azért nem látunk. Ugyanazok a fajta. Hát. Mondjuk sikítós nem annyira szokott jönni hord akkor, de... De itt jön. Jó, én azt mondom, hogy hát igen, ezt a kis én nem tudom, ezek ilyen kripta hogy ezek honnan jöttek, de... De én semmi olyan különlegeset nem látok, úgyhogy... Én szerintem keresünk mindjárt egy... Ezek el is pusztulnak. Ki az? Elmegyünk. szegénynek, elvettem a kenyerét, mert én öltem meg. Keresünk már valahol egy keményebb vidéket még, és akkor... Ott mi az a tűz? Ja nem tűz az erdott. Erre nincs. Ez megint víz, erre se. Hát ugye ezeken a területeken is mondták, hogy van más, tehát változások vannak, de én szerintem a legveszélyesebb vidék hol van itt egy város. Vagy nem kell város nekem. mégis nem muszáj város nekem ahhoz, hogy... De az ott, ott egy város. Bár mekkora is, de ez itt egy. Ez itt egy csúnya város. Na, akkor megnézzük itt. Megnézzük itt, kik jönnek. Hát akik jöhetnek, azok itt már jönni fognak. Uha, megnyomtam az eszképet. Hát, időbe tehet, mindenki jött a menübe. Hát aki aki jöhet, az most itt jönni fog. Oh. Oké, okay. hát az is egy hagyományos. Oké, okay. okay. ott, 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 ott jön valaki. Aha, ja, hogy tudtad. Oké. Okay. Tehát itt van ilyen, hogy rázza az áram. Igen, meg hát van valami, ami amiről olvastunk, hogy, valamelyik van, amelyik tüzet is tud csinálni. Hát nem tudom, milyen hatása van. Az lehet, hogy megráz, hogyha ha megüt, akkor lehet, hogy ráz az áram minket, és akkor nem tudunk védekezni, vagy elszaladni, vagy valami. Ja, minden esetre jól néz ki amúgy, csak... De úgy maguk a... King Kong nincs, szóval... <laughs> Más... Hát az meglepő volt, az úgy benne maradt. Beégett a retinámba King Kong. Az, ö... sima kutya. Hát akkor a zombit még nem láttam tényleg soha, mint ez a King Kong volt. Hát jó van gyerekek, hát én szerintem nagyon nem is érdemes tovább, mert nem, tehát nem jön, gondolom jönne rendőr, meg ilyenek, de valójában semmi olyan különleges dolog nincs, amit Ja, hát ezek jó, éjjel-nappal szalad. Nappal van már, gyereke. Ja, hogy én meg majdnem százas szintű vagyok, hát ott, oké, okay. ilyenkor már mindenki fut. Nem tudom, mindenki fut valahova, Nem hol rohannak ennyire? Hát jól van. Ö, ez a mód egyébként nekem tetszett régen. Előbb well, ki van egy kicsit egyensúlyozva, hogy látjátok azért olyan nem térnek el annyira a realitástól, hogy most tényleg ilyen viszonyatos 20 méter magas zombik jöjjenek, és tehát olyan játszható játék, azért szeretik szerintem sokan ezt a modot, mert ez egy ilyen viszonylag rengeteg sokat kell kraftolni benne, viszont ez a rengeteg sok küldi, amik itt vannak benne, itt a questeknél, ami hát mondhatjuk, hogy küldi, de, de valójában hát ezek itt saját maguktól is saját maguktól is haladnának, azt mondja, kraftoljak egy csőpisztolyt, ezeket az ember mondjuk megcsinálja, de lehet, hogy amúgy is megcsinálná az ember, egy, vagy egy sotit is, hogyha cső sotit, szó. ezeket, és, és, ez mind, mind utána adja a pénzt, egy teljesen jól használható kis mod, ugye rengeteg sok jármű is van benne, akkor rengeteg sok vending machine miatt jó be lehet rendezni otthon a lakást, ami, amitől aztán tényleg egy ilyen kis jól használható valami, de azért az a kellő mértékű nehézség is megvan benne, hogy, hogy azért, de mégsem rugaszkodnak el annyira a, kül, a, 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 valóságtól, szóval mert ezek se, ezek a kis ezek, ezek is olyanok, hogy, hogy, hát mennyi a HP-a, -ja? a ja, 400, de szóval ezek is olyan, nem, nem, egy olyan nagyon ö, veszélyes társaság. Há, voltak olyan modok, amikor ilyen óriás házméretű röppentjük repültek és hánytak tüzet, meg szőnyek bombáztak, szóval azért úgy össze lehet hasonlítani a kettőt, hogy ki mit szeret, de szóval ez egy ilyen kis játszható mod, akár kezdőknek is én szerintem jó pofak is mod. Jó van, nem sok van már hátra, talán már dupla vénél járunk, és talán ha két vagy három mod lehet maximum hátra, úgyhogy nem sok van már hátra a mod vállak majd benneteket legközelebb is, mindenkinek szép napot, sziasztok!